Rendkívüli állapotot hirdettek a szerbiai Ivanjicában, miután 70 tonna nyersolaj ömlött a Moravicába. A folyó mentén több helyütt is szemmel látható, ahogy az olaj lefut a partról, bele egyenesen, mint egy patak a folyóba. A mentőegységek speciális módszerrel próbálják leszűrni az olajat a víz felszínéről. A község polgármester helyettese szerint most az a legfontosabb, hogy ne kerüljön több olaj a folyóba, mert a Moravica átszel több várost is, vagyis komoly környezeti katasztrófát okozhat egész Nyugat-Szerbiában. A szerb állami tévé úgy tudja, hogy egy helyi vállalkozás téli olajkészlete kapott léket Ivanjicában.